És uraim, kedves vendégeink, tisztelt elnök urak, vezérigazgató urak, vezérigazgató asszony, hölgyeim és uraim! Igen, csak nem napra pontosan, egy esztendővel ezelőtt, január 28-án volt a Bokréta ünnepség. Azóta a lakók beköltöztek novemberbe ebbe a házba, és jelzem azt, hogy azért tartjuk most a ünnepséget, a átadó ünnepséget, mert nem akartuk, hogy a önkormányzati kampány része legyen ennek az épületnek az elkészülte és az átadása. Másrészt pedig jelzen azt, hogy ezért a hatóságok is nagyon sokat tettek, hisz 5 hónap volt a hatósági eljárás, amíg a használatba vételi engedélyt megkaptuk. Igen alapos munkát végeztek. 3 dologról szeretnék szólni. Az első 2 dolog az a úttörő voltához kapcsolódik a létesítménynek. Az első dolog, hogy a kerületi önkormányzat az hosszú távú, középtávú és rövid távú tervek alapján dolgozik, és ennek része a kerületi önkormányzat lakásgazdálkodási koncepciója is. Hosszú távú gondolkodásunkra jellemző, hogy 2033-ig határoztuk meg a kerület fejlesztésének az irányát az elmúlt időszakban, amely a kerület fejlődésére irányul. Az integrált városfejlesztési stratégiánk is ciklusokon, már önkormányzati választási cikluson átnyúló dokumentumokmány, amelyet 2 évente monitoringozni szoktuk. És a középtávú tervek közé tartozik az úgynevezett ciklusprogram, és az előző ciklusban, amely 2011-től 14-ig tartott, ígértük meg azt, hogy 100 darab bérlakást fogunk építeni a 13. kerületben, és ez megtörtént, hisz, mint említettem, novemberben költöztek be a lakók. Ennek a programnak a része a kerületi lakásgazdálkodási koncepciónk is, amelynek 16 eleme volt az elmúlt időszakban, olyan részelemek, mint a fecskeház program, olyan, mint a épület analízisre épület felújítási, vagy éppen bontási programunk, olyan, mint a bérlakások bérbeadására vonatkozó, ma eléggé vitatott rendelkezésünk, de ezek közé tartozik például a bérlakásépítési programunk is. A kerületi önkormányzat, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy csak egy eleme a lakásgazdálkodási koncepciónak a bérlakásépítés. Hisz avval kellett szembesülnünk, hogy 1995. november 30-án a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közel 6,5-7 ezer lakásunk 3/4 egy szobás és 2/3 félkomfortos komfort nélküli szükséglakás. A közel 20 éve tartó koncepcionális gondolkodás eredménye az, hogy napjainkra a lakásállományunk úgy változott, hogy ma már 2/3, 70%-a összkomfortos, komfortos, illetve félkomfortos. Bérlakásépítésünket a 2000-es évek elején kezdtük, és egyedülálló törő módon talán az országban nem épült annyi bérlakás, mint amennyi a 13. kerületben épült. Ennek a háznak a megépüléséig közel 500 bérlakást épített a 13. kerületi önkormányzat. Petneházi utcában, Dévai utcában, Bulcs utcában, Lőportár utcában, Ambrus utcában, Rejter Ferenc utcában. Ez mintegy 8 milliárd forintba került, amelyhez 1,1 milliárd forintot nyertünk pályázati úton. És mintegy 25 ezer négyzetméter lakófelületet tudtunk teremteni. Ennek a háznak az átadásával egyébként közel 600-ra növekedett a bérlakások, új bérlakások megépítése, mintegy 30 ezer négyzetméterre, és 10 milliárdot meghaladó, amelyet az önkormányzat az elmúlt 20 esztendőben a bérlakás építésre fordított. Úgy gondolom, hogy ez egyedülálló a országba, amikor ma vitatott az, hogy bérlakásokat kell építeni, vagy nem kell építeni, akkor a kerületi önkormányzat egyértelműen letette a voksát amellett, hogy szükség van bérlakásokra.
kell szólni erről a házról is néhány gondolatot, de előtte érdemes szóba hozni, hogy ma eléggé vitatott dolog a passzív háznak a jövője és a passzív házakhoz való viszony. Én úgy látom, hogy eléggé enyhült a passzív házak irányába lévő masszív ellenállás, ami az elmúlt időszakot jellemezte. Hisz Magyarországon is és a világban is ma még jellemző az, hogy a téli időszakban a fosszilis energiát használják fűtésre, a nyári időszakban pedig az elektromos energiát használják fűtésre, és az elektromos energia előállítása is jólészt a fosszilis energián alapszik. És ez végighordozza a vitát. Nálunk fejlettebb társadalmakban 20-30 év óta gondolkoznak azon, hogy hogyan lehet változni vagy változtatni a környezettudatossággal, az energiafelhasználással ezeken a dolgokon. Én a szaklapokban két irányát olvastam ennek. Az egyik, amely a öko dolgokhoz kapcsolódik, az a természethez kapcsolódó megoldások, a másik pedig a környezettudatossághoz, illetve az energiatudatossághoz kapcsolódik. Ebbe a körbe sorolandó be a passzív házaknak az ügye és a passzív házaknak a kérdése is. Látni kell azt, hogy a világban is azt mondják legalábbis a számok, hisz itt is volt egy szakmai tanácskozás ez ügyletben, hogy mindegy 50 ezer passzív ház van, Európában 32 ezer, jellemzően Ausztriában, Svájcban, Svédországban. Magyarországon vitatott, hogy 20 és 100 között van a passzív házaknak a száma, de ilyen léptékű, mint ami itt épült, nincsen. Én úgy legalábbis úgy olvastam, hogy Európában sincs ilyen léptékű passzív ház. Hát a kerületi önkormányzat a korszerű gondolkodás, az előrelátó gondolkodás reményében döntött úgy, hogy passzív házat építünk, és ehhez kellett tervtanácsnak a munkája, ehhez kellett telekalakítás, ehhez kellett a szándék, kellett a forrásnak a megteremtése, és kellettek azok a partnerek, akiknek én itt megköszönöm a munkájukat a tervezőtől kezdődően a kivitelezőik. Hisz itt a minél nagyobb hőmennyiség nyereségre, és minél inkább a hőveszteségnek a csökkentésére törekszenek, de erről majd szakemberek jobban fognak, érthetőbben fognak mesélni. A lényege az, hogy ha nincs a házban kazán, például, vagy nincs kémény a házban, geotermikus energiával működik, vagy a szennyvizet is fel lehet használni a ház során a hőtermelésre, hő visszanyerésre. Úgy gondolom, hogy ez egy előrelátó és korszerű megközelítés és gondolkodás. Én köszönöm még egyszer, hogy partnerek voltak és partnerek voltunk ebben az ügyben. Köszönöm a kivitelezőnek is, még egyszer a tervezőnek, és köszönöm a bonyolítónak, a részvénytársaságunknak a munkáját. Tudni kell azt, de erről megint szakember jobban fog beszélni, hogy mind az építőanyag, mind az építés is passzív minősítéssel rendelkezik, aminek a végén a ház is egy ilyen passzív minősítéssel rendelkezik. És befejezésül hadd mondjam azt, hogy két hónapja üzemel a ház, és néhány tapasztalatot hadd adjak meg, hadd mondjak el ehhez az ügyhöz. Hát az első az, hogy hát más a háznak a működtetése, ide egy állandóan monitoringozó gondnokot kellett kijelölni, aki azonnal tud intézkedni az ügyben és a dologban. A kerületi önkormányzat pályázat útján választotta ki lakásleadással a itt lakókat. Most van egy következő fordulója a pályázatnak, amelyet január 31-ig kell jelentkezni. 40%-ban laknak a házban jelen pillanatban, és az eddigi adatok azt mutatják, a bérleti díj az külön a önkormányzati bértábláját tekintve az külön jelenik meg, egy külön kategória, mint egy 1100 forint per négyzetméter a bérleti díj havonta, és a fűtési költség az eddigi tapasztalatok alapján az egy hónapban 2337 forint.
a lakásban a fűtési költség. Ugye majd, ha telített lesz a ház, akkor ez változni fog, és remélhetőleg még kedvezőbb lesz, míg a melegvíz előállítása az pedig 1000 forintba kerül havonta. Ezek a eddigi két hónapos működésnek a tapasztalatai. Gondolom, hogy a tervezői szándékkal és a mi szándékunkkal is ez viszonylag úgy tűnik, hogy egybeesik. A lakások használatára és a háznak a használatára ezért külön intézkedéseket is kellett hozni, külön használati útmutatót kellett adni, mert nem a szokványos lakás használatról lévén szó ebben a házban. Én úgy ítélem meg, hogy a magunk részéről egy új kultúrát is hoztunk, nem csak a kerületben, nem csak Budapesten, nem csak az országban, hanem talán nagy képviség nélkül mondhatom azt, hogy Európában is. Egy előrelátó környezettudatos gondolkodást próbáltunk elmélyíteni. Én ezen gondolatok jegyében örömmel adom át a ház lakóinak, és jelképesen egyik ház lakónak azt mondták, hogy nem mondjam azt, hogy macskó, mert félreérthető a dolog, de nagy-nagy örömmel adom át önnek a lakáskulcsot, és használja sokáig egészségben.